Három nagyobb témaköré csoportosult a köznevelési kerekasztal kedd délutáni ülése a polgármesteri hivatalban. A fő napirendi pontokat ismertető Kónya István alpolgármester hangsúlyozta. A legfontosabb feladat most a beiskolázás kérdése. Nem véletlenül vannak itt az óvodák, illetve az általános iskolák vezetői, hiszen a legfontosabb most a beiskolázás kérdése. Április 16-án és 17-én lesz a beiskolázás, éppen ezért mindenféleképpen az a fajta adhok bizottság, amit már többször is említettem, most ül össze, hiszen vannak olyan kérdéskörök, amelyeket mindenféleképpen tisztázni kell, tekintettel arra, hogy hamarosan tényleg itt van a beiskolázási időszak. A tervek szerint június 3-án egy új sportprogramot rendeznek meg, melyben mindhárom középbékési város, Békés, Békéscsaba és Gyula is érdekelt lesz. A három város sportfesztivállal kapcsolatban még sok szervezési feladatot kell egyeztetni. Lesz egy sportfesztivál, három város sportfesztivál, június 3-án Békéscsabán. A három város vezetője, Békéscsaba, Gyula és Békésváros vezetője megegyeztek egymással és megállapodtak abban, hogy a KBC-n belül, ugye ez a Közép-Békési Centrum három városát illetően egy sportfesztivál lesz. Ez azt jelenti, hogy mind a három város általános iskolái közül 200 gyermek fogja képviselni az adott várost, és nagyon sok sportágban meg fogják mérni, összemérik tudásukat, de ezen kívül természetesen a Háromváros képviselőtestület tagjai is játékos, sportos vetélkedő keretében eldöntik, hogy ki a jobb. A harmadik napirendi pont a kiváló diák kvótarendszer áttekintése volt. Kónya István elmondta, több iskolában nem könnyű eldönteni, hogy mely diákok részesüljenek városi elismerésben. Nem egyszerű ugyanis egy-egy országos versenyen elért helyezettek között eldönteni, hogy ki a méltó arra, hogy a kiváló diák kitüntetést megkapja.